Statisztikák szerint Magyarországon minden második ember szív- és érrendszeri betegségben hal meg. Mindez talán annak is köszönhető, hogy ezek a betegségek évtizedek alatt alakulnak ki, és ha már tünetet produkálnak, akkor nagy a baj. Pedig rengeteget tehetnénk a súlyos betegségek elkerülése érdekében. Magyarországon a leggyakoribb halálozási ok a szív- és érrendszeri betegségek. A kardiológiai vizsgálat során viszont választ tudunk adni nagyon-nagyon sok felvetődő kérdésre. Többek közt arra is, hogy egyáltalán, ha van panasza, hogy a szív eredetűje vagy sem. Egyáltalán mi áll mögötte? Van-e billentyűbetegség, szívizombetegség, vagy ami a leggyakoribb betegség sajnos, és ami Magyarországon az áldozatait szedi, az a koszorúérbetegség állhat ugye a panaszok hátterében. A legfőbb iránycsapás mindig az, hogy ezt először kizárjuk. Azt is meg tudjuk mondani, amikor megvizsgáljuk a beteget, hogy milyenek a beteg életkilátásai és a terhelhetősége is. A stressz, a dohányzás, a mozgásszegény életvitel, valamint a magas vérnyomás, a magas zsírsavszint és vércukorszint mind kockázati tényezők. De a genetikai tényezők is meghatározóak. Tudnunk kell, hogy a szüleink, nagyszüleink hány éves korukban haláloztak el, és miben haláloztak el. Ezek összességében, amiket az imént felsoroltam, ezek mind a kockázati tényezők, amelyek az állapotunkat is és az életkilátásainkat is befolyásolják. Kardiológushoz nem csak panasz esetén érdemes elmennünk. A legtöbb áldozatot szedő koszorúérbetegség és a szívinfarktus sok esetben megelőzhető lenne. Sokszor hallom 60-70 évesektől, hogy még soha nem járt orvosnál, mondja büszkén. Ilyenkor azért ritka az az eset, hogy ezeknél a betegeknél ne találjunk semmit. Az idősebb korosztályban még nem volt az az igény, hogy akár panaszmentesség esetén is állapotfelmérést kérjem. Szerencsére mára sokat változott a világ, a mai fiatalokra jellemző, hogy valóban kíváncsiak, állapotfelmérése jelentkezett még akkor is, ha nincs különösebb panaszuk. Minden önmagáról adó 35 év körüli és 40 férfi és 40 év körüli nő évente egyszer elmegy egy szívultrahangos és terheléses vizsgálatra. Esetenként esetleg egy 24 órás vérnyomás monitorozásra és rendszeres vérvizsgálatra, a koleszterin vagy a zsírsav, illetve a vércukorszint meghatározására. Csak így lehet követni, van-e állapotváltozás, és ha igen, kell-e valamilyen változtatás. Az ideje korán felfedezett kockázati tényezők, rizikofaktorok ismeretében a szívinfarktus megelőzhető. A megelőzésben nem csak az orvosnak, hanem a betegnek is óriási szerepe van, ugyanis azok a gyógyszerek, amelyeket a magas vérnyomásra, illetve zsírsavszintre, a cukorbetegségre adunk, csak úgy lesznek hatásosak, ha ez gyökeres életmódváltást kíséri. Ha kövér fogyjon le, ha dohányzik, hagyja abba, ha mozgásszegény életet él, akkor kezdjen el mozogni, és ha stresszes, éljen stresszmentesen, vagy tanulja meg, hogyan kell kezelni a stressz helyzeteket.